Az idei évben különleges hangversenyre került sor, hiszen a karcagi tankerülethez tartozó művészeti iskolákból is jöttek fellépő növendékek, konkrétan a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolából és a mezőtori Várdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolából érkeztek hozzánk citerás, gitáros, futbolista és ütős növendékek. Elmondhatjuk, hogy igen, színes műsor kerekedett itt a mai estén, és szép számmal léptek föl a helyi zeneiskolás gyermekek is. Ebben az egy órában közel 14 műsorszám volt, és a 14 műsorszámban összesen 17 fellépő volt itt a színpadon, és mutatta be hangszeres tudását. A gyerekek már szeptember elejétől készülnek erre a hangversenyre, hiszen tudják, hogy ilyenkor mindig valamilyen módon ünneplünk, és mindig örülnek azok a gyerekek, akik felkérést kapnak arra, hogy játszhatnak ezen a hangversenyen. Kamarazenei műsorszám, a tanári kamarazenei műsorszám volt a hangverseny elején, egy vonós diót hallhattunk, illetve a hangverseny vége felé egy trombita duót hallgathattunk a két trombita tanárunk előadásában.